ugye mindig jobbról olvasok, és mindig van egy kis nyilacska, hogy hol is kezdődik, mert ugye minden oldalára írnak a rováspálcára, és azt írta nekem, hogy a világnak egy gyönyörű szegletében, őseink Szentföldjén, a Kárpát-medencében könnyű rátalálni csodálatos ország, ott van az én hazám, a szép Magyarország. Gyönyörű ajándék, hát mi sem bizonyítja jobban, ezt a kultúrát nem lehet, kérem szépen, megsemmisíteni. Itt a Lovaspálca. Én. Faragó Anna Mária, a dokumentumfilmes író látogatott el március 19-én a Deleskei Városi Művészeti Házba, hogy az ősnyelvről, a rovás kultúráról és a nemzeti összetartozásunkról tartson előadást, valamint hogy bemutassa Menaságra repülj című filmjét, melynek köszönhetően a csíkmenasági székhelyek életében nyerhetünk betekintést. Előadása során elmondta, ma olyan időket élünk, amikor nagyon fontos a magyarságunkról és a magyarok valódi történelméről és arról a kincsről beszélni, amit a magyar nyelv magában hordoz a mai napig. Menjünk vissza először is a pozsonyi csata idejére, 907-ben. A pozsonyi csata idején ott van 30 ezer kun magyar, aki elver egy 130 ezres sereget. Most azért gondoljunk bele, hogy micsoda hadászati, ugye még az Attila korából származó hadászati ismeret kell ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. Ugye a magyarok voltak az egyetlenek, ott van nagyon sok lelet mellett, ugye a lóról hátra felé nyilazó magyar. Hát hogy kell azt a lovat fogni a hunnak a lába között, hogy derékból hátrafele tudjon nyilazni, és mondjuk el is találja az ellenséget, az nem egy utolsó szempont. Elképesztő, hogy milyen hadászati tudásuk van, és nagyon kevesen tudják, hogy ki is volt Attila valójában. A kedves amerikai dokumentumfilmes kollégák imádják Attilát valami barbár őrültként, patás ördökként beállítani, és készítenek is ilyen típusú dokumentumfilmeket, de azért jó hír is van, mert még Attilához visszatérve az én kedves nagybátyám, aki a Corvinus Egyetem vezetéstudományi tanszékének professzora, intézmény vezetője is volt nyugdíjazásáig, a Harvard, a Yale és a Stanford Egyetemek vendégprofesszora, közgazdász professzor, és Harvard Egyetemen volt ott, tartott előadásokat, hogy valaki netán a közép-kelet-európai gazdaságtudományból írja a disszertációját, vagy a kisdoktoriát, és azt kérdezték tőle ott a professzor társai, hogy mit csinálsz te délután. Hát mondta, hogy majd megyek, mert hogy meghívnánk egy sörre. Hát mondta, hogy mert a fiam itt Amerikában opera énekes, és délután egy vidéki színházban vendég szerepel. Hát hogy hívják a fiadat? Kérdezték, hát mondja a vezeték nevét is, hogy Attila, Dobák Attila. Attila, Attila, tehát te hun vagy? Kérdezik tőle. Igen, mondja, hát én jász magyar vagyok, hun, félig jász. Ugye perzsa gazd. És bevitték őt a Harvard Egyetem könyvtárába, ami nagy tisztesség. És ott levettek két könyvet a polcról, és azt kérdezték tőle, hogy te tudod-e, hogy mi a Harvard Egyetemen ugyanazon a tanszéken tanítanak, ahol ő a közgazdaságtudomány vezetés-szervezés tudományi tanszékén Attila vezetési módszerét beletanítjuk a közgazdaságtanba. Tudod-e ezt? De azt mondta, hogy majd hanyat vágta magát. Nem tudta. Két könyvet mutatta, kapott is aztán belőle, és angol nyelven hozta haza, és azóta így beszélgetek emberekkel, és kérdezik, hogy hát ők ezt tudták. Hát a Harvard Egyetemen nem csak ott, másütt is. Attila vezetési módszerét beletanítják a közgazdaságtanba, a vezetéstudományi tanszéken. Mert olyan hadvezér, mint amilyen Attila volt, még nem született másik, se az előtt, se azóta. Hogy mi mindent tanítanak bele, abban most hosszan nem időznék, és nem is az én dolgom, mert én nem vagyok közgazdász, de csak egy apróság, ami nagyon érdekes, ugye azt vizsgálták hosszú éveken keresztül, hogy hogy lehet az, hogy Attila hada, hódító hada olyan sokáig úton lehet, ameddig egyetlen népnek a hadserege sem. Mert ugye a nyereg alatt puhul a hús, mennek a málhák, megy a málhával ugye a ló, de hát annyi ideig, hát nem, senki nem tudott úton lenni.
És hogy mi lehet ennek az oka? Hát többek között, ez nem tudományos magyarázat lesz, többek között az, hogy a kerecsen sólyomhad ugye repül, megy a sereggel. És amikor a sereg majd valamelyik erdőben állomásozik éjszaka és sátrat bont, akkor a kerecsen sólyomhad a sólymászokkal előre megy az erdőbe. A sólymászok ugye betanítják az állatokat, tehát meghozzák az erdő ajándékait, vadat, ehető bogyókat, gyümölcsöket, amit lehet. És mire odaér a sereg, addigra ég a tűz és készül a vacsora, többek között. De hát ez mondom, nem a tudományos magyarázat. Elképesztő tudása volt a magyar hadseregnek, elképesztő tudása, olyan, amilyet mi ma már el sem tudunk képzelni. Hát ez egy nagyon rövid kitérő volt, tehát 907-ben ugye a pozsonyi csata idején történik az, hogy az akkor még kiváló hadsereg ugye elveri az ellenséget. És aztán ugye István felesége Gizella, és ebben nincsen vallás. Tisztán politika. Ellentétben az István a király című filmmel, ahol ugye Gizellát egy unatkozó asszonykaként mutatják be, nagyon is konkrét feladattal érkezik Gizella. Mégpedig azzal a feladattal, hogy a Szkitahun székely magyar rovást meg kell semmisíteni. Miért? Hát először is, ha egy-egy táborból, vagy az egyik táborból, a magyarok egyik táborából a másikba valamilyen üzenetet küldenek, és ugye viszi a futár az üzenetet, megölhetik a futárt, elkaphatják őt. De a Szkitahun székely magyar rovásnak a rejtjeles rovás erejét senki nem tudta megfejteni. Senki a világon. Nem tudták, hogy mi ez. Egyébként a rovást sem ismerték meg. Mi a rovás? A rovás a teremtés kultúrájának egyrészt a magyar a nyelve, másrészt a rovás a jelrendszere. A teremtés jelrendszere. Honnan tudjuk ezt, hogy ez így van? Ugye nagyon sok rovás jelünk van, 42 rovás jelet használunk, ha betű szerinti, hang szerinti olvasatot nézzük. 42 rovás jelünk van, de szinte mindegyikben ott van az Istennek a neve és a Teremtőnek a jelentése. Nos, arról szeretnék most beszélni önöknek, hogy a világ jeles nyelvészei, irodalmárai mit mondanak a magyar nyelvről, mert közülük néhányan azért voltak, akik megtanultak magyarul, de ő előttük még egy nagyon fontos embert idéznék, akinek az emléke azt gondolom, hogy minden keresztény ember számára örök, ő Második János Pál. Második János Pál magyarországi látogatása során azt kérte a szervezőktől, hogy a kedvenc orgona művészét, Virág Andrást élőben is hallgathassa, mert hogy ugye a Vatikánban csak valamilyen hordozóról tudta hallgatni. És Második János Pál programjában beszerveztek egy órát, amikor is élőben hallgathatta az ő kedvenc orgona művészét. És a Vatikán legjobb pápáját elkísérte erre a koncertre egy nagyon szűk csoport, aki művészekből, egyházi emberekből álltak. És aztán a Szent Atya a rendhagyó koncert után szólt hozzájuk, és a következőt mondta, amit le is jegyeztek. A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, a magyarság történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mondta a Szent Atya, mert az emberiség még nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültséget keltene az iratok közzététele, de el fog jönni az az idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot. Hát ugye két dolgot ezzel az idézettel kapcsolatban megállapíthatunk, hogy amit a Szent Atya egyszer kinyilatkoztatott, az teljesen biztosan igaz, és ezt általában nem vonják kétségbe, még a nem keresztény vagy nem hívő emberek sem. Másodszor meg hallottunk már arról, hogy a Vatikánban ugye vannak bizonyos titkos iratok, amelyeknek egy része az ősnyelvről szól és a magyarok küldetéséről. Sir John Boring, angol nyelvész és irodalmár, aki az 1800-as években írt és alkotott, sok nyelv mellett megtanult magyarul is, és így jellemezte a magyar nyelvet.
A magyar nyelv messze magasan áll magában. Ez lényeges magában. Mert ugye mindig azt tanították az én korosztályomnak, az általános iskola, ezt innen vettük át, a szlovák eredetű, ez úgy jött. Édes jó Istenem! Egészen sajátos módon fejlődött és szerkezetének kialakulása, mondja Sir John Waring, olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett, önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt matézis erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv, nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb, és legfényesebb emléke a magyar nyelv, még ennél is csodálatosabb tünemény, aki megfejti isteni titkokat, boncolgat, mondja Sir John Waring, mire gondolhat, amikor azt mondja, hogy aki megfejti isteni titkokat, boncolgat. Itt van bizonyára látható ez a tábla, jobbról balról. Itt van két rovásjel, talán a legősibb rovásjeleink, fölül a kettős kereszt. Ugye az a csodálatos a rovásban, hogy mindig a mondatban elfoglalt szerepe határozza meg, hogy mit jelent. Tehát nem az van, mint a latin ABC-nél, hogy olvassuk a betű szerint, és aztán összeolvassuk, nem. Mindig, tehát nyilván van egy hangi alakja is a rovásnak, ma már főleg ezt használjuk, de mindig a mondatban elfoglalt szerepe határozza meg, hogy mit is jelent a kettős kereszt, olvasat a szövegbe ágyazottan, amennyiben számnév, akkor az egy az egyetlen, de amennyiben nem számnév, akkor az egy az egyetlen a teremtetlen, mert maga a teremtő, tehát Isten neve is. Alatta három, ma úgy mondanánk fordított V alapot látunk. Ha egy van belőle har, ha kettő harok, ha három harszál. Vagyis, ha összeolvassuk ezt a két nagyon fontos rovásjelet, akkor azt mondjuk, hogy Isten országa, és Isten országaként jelölik magukat a magyarok, már 3500 évvel ezelőtt, és innen van ért leletünk. Lehet, hogy korábban is Isten országaként jelölik magukat, de nekünk tehát eddig van leletünk. Vagyis a magyarok 3500 évvel ezelőtt is egy Isten hívő és keresztények voltak. Ne higgyék el az amerikai dokumentumfilmeseknek, hogy micsoda barbárok voltak, és aztán a nyugati kereszténység felvételében lettek keresztények. Keresztények voltak. A Szent Háromságot a következőképpen hiszik, ugye van az Atyaisten vagy Öregisten, van az Anyaisten, mert ugye ott van az anyanyelvünkben, hogy anya nélkül nem lehet jól teremteni. Ma a férfiak irányítják a világot, elég rosszul is forog a kereke, amit látjuk, mert nincs ott a női finom energia. Csak a női erővel lehet jól teremteni, mert anya nélkül, kérem szépen, ott van az ősnyelvben, anya nélkül nincs anyag. Anya nélkül nem lehet jól teremteni. És a harmadik, a Fiú Isten. Ezt a Szent Háromságot hiszik, az egyenlőszálú kereszt az ő kereszténységüknek a jelen, napimádó magyarok egyébként. Tehát ez az egyik első és legfontosabb rovásjel, amelyről szerettem volna beszélni, és azt mondja ugye Sir John Waring, hogy aki hát megfejti a magyar nyelvet, és hát különösen ugye a rovással is foglalkozik, akkor isteni titkokat boncolgat. Miért? Mert ez a teremtés nyelve és a teremtés jelrendszere. Grimm, a híres meseíró, aki a 19. században él, egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója, azt mondja, hogy a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. Most egy svédet idézek, ő Berlund, a svéd orvos és műfordító, azt mondja nyelvünkről, ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke. Miért is mondhatja ezt Berlund, a svéd? Hát erre van még néhány rajzom, ha megengedik, akkor lapozok egy kicsit. Olyan jó magas ez a tábla. Ugye itt van mindjárt fönt, amit a magyarok ugye a világegyetem szerkezeti rajzaként tiszteltek, hat egymást metsző kört rajzolnak, és a hetedik a teremtetlen, a hatos szám egyébként a magyarok szakrális száma, majd beszélek arról a végén, hogy miért is. Tehát, mi úgy ismerjük ezt magyarok a díszítő művészetből, azt mondjuk, hogy világnak világa, virágnak virága, és oda tesszük ugye a terítőkre,
Csipkére, különböző helyekre. Na most ez a magyar hunok szerinti világegyetem szerkezeti rajza, egyébként a hegyi kristály szerkezeti rajza is ez. Ebben minden rovásjel ott van. Minden rovásjel. Mindjárt tetszenek látni itt alatta a zsé rovásjelét, ami nagyon érdekes. Mert hogy mit is jelent? A zsenge, a tavaszi, az újjászületés, de egyben a fiúisten jele is, de egyben a tenker csírá rovás jele is. Mit jelent a tenker csírá? A ten, az Isten szó első tagja, vagy második tagja, bocsánat, a ten az Isten szó második tagja, és a kellő nap első szótaga. És hogyha ezt összeolvasjuk, akkor lesz belőle a tenkel, ma úgy mondjuk tönköly. Ez a magyarok testazonos gabonája. Az a rovásjel, amit ott aranyjal tetszenek látni, be van rajzolva, hogy egy egyenes vonal és két ágacska fut össze fölül, az a magyarok testazonos gabonáját, és ez a csodálatos a rovásban. Képzeljék el, hogy micsoda tudás kellett ahhoz, hogy az ember kezébe vesz egy valamilyen rováspálcát, és arra rá van róva mondjuk három rovásjel. És akkor olyanban elmond egy összetett mondatot. Mert hogy a három rovásjel, amiképpen hat egymásra, egymást magyarázza tulajdonképpen, az a jelentése. Most ezt a magyar logikát vették el tőlünk tulajdonképpen, amikor is megjön Gizella azzal a feladattal, hogy ezt teljes egészében meg kell semmisíteni. Nincs köze a nyugati kereszténység felvételéhez, mert azzal önmagában semmi baj nincs, ez politika, de kőkemény politika. Mert itt van egy nép, akinek olyan hadászati tudása van, amilyen, olyan nyelve és jelrendszere van, amilyen, és mondjuk olyan csillagász tudós papjai vannak, akik ugye már akkor koponyát operálnak, és a leletekből azért látjuk, hogy még 10-20 évig élt a beteg. Mondjuk a 6000 évvel ezelőtt történt műtét után, tehát óriási tudásuk van. Nem tudták ezt akkor. És azt mondják, hogy ezt meg kell semmisíteni, ez meg is történik, ugye István idejében a kész fej levágásával büntetik azt, aki a rovást használja. De még szeretnék önöknek rovást jeleket mutatni. Hát nekem ilyen elektronikus eszközöm van. Itt az M, a magosságos, itt is itt van az Istennek a jele. A magosságosnak, az Istennek a jelen szintén. Itt egy nagyon fontos rovás. Az SRK és a T rovás jeleit látják ott fölül, ugye mindig jobbról balra romlunk, ezt most én véletlenül fordítva rajzoltam föl. Az előbb látott világegyetem szerkezeti rajzában az SRK és T, vagyis a szerkeszt szó rovás jeleit berajzoljuk, akkor a térben forgó oktaidet kapjuk, kérem szépen, 6000 évvel ezelőtt. Ezek a barbárosok, ezt tudták csak. Elképesztő tudásuk volt, hozzá se tudunk nyúlni ma már, mert nem tudjuk elképzelni, hogy a teremtés kultúrája, az ősi csillagász tudós papok tudománya mekkora volt. El sem tudjuk képzelni. Valóban, ha a szerkeszt szó rovásjeleit berajzoljuk a világegyetem szerkezeti rajzában, a virágnak virága, világnak virága, amit az előbb láttunk, a térben forgó oktaéder rajzát kapjuk. Ezt adja a szerkeszt szó rovásjel. Elmentem a mérnök barátaimhoz, és azt kértem tőlük, hogy rajzoljanak nekem egy térben forgó oktaédet, mondták, az nem olyan könnyű. Menjek be a városomba a főiskolára, majd ott rajzolnak. Rajzoltak is hologrammal, hogy pontos legyen. És amikor elmondtam nekik, hogy hát azt mondták, ezt ki kell próbálni, ez nem létezik. A szerkesztő rovás, hát ez, és de. Óriási. Hát erről beszél Berlung, aki azt mondja, hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. Mert hogy az ember, a hun ősünk a természettel, a
világ mindenséggel együtt él, és annak a tudását próbálja elsajátítani, ami óriási. Teller Ede atomfizikus halál előtt pár évvel azt mondja Pakson, új felfedezésem, miszerint egy nyelv van, és az a magyar. George Bernard Shaw drámaíró, nem kell senkinek talán bemutatni. Az amerikai CBS-nek adott interjújában ezt mondja, bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált, ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna, egyszerűen azért, mert ezen a különös ősi erőtől duzzadó nyelven sokszor a fontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. Mit érthetett ez a Bernard Shaw, amikor azt mondja, hogy sokkal pontosabban lehet leírni a különbségeket ezen a nyelven? Én olasz nyelvet tanultam, amelynek ugye ólatin az alapja. Az olasz nyelvben az ember és állat helyváltoztatására körülbelül 50 szó van. Körülbelül 50 szó van. Tetszenek tudni, hogy mennyi van a magyar nyelvben? 1561-et gyűjtött össze. Varga Csaba a Nyelvek anyját tudtam én című könyvét ajánlom mindenkinek. Az 50 és az 1561 között ugye azért van egy kis különbség, nem véletlenül mondja Bernard Shaw, hogy az érzelmek titkos, sokkal pontosabban, mert hát annyira gazdag a nyelv. Annyira gazdag. És azt mondják a kommunizmus idejét, ugyan már, hogy lenne ez lovas nemzet? Nincs még egy ország, akinek ennyi szava lenne mondjuk a lóra. Ott voltunk bajban, amikor lengyel nyelvre fordította le Irena Makarevic műfordító az regényemet, ami itt van a hölgy kezében, és amikor odaértünk, hogy a lóról kell beszélni, meg a lovasról, akkor aztán minden nap öt levelet kellett váltani, mert mi ezt kérdezi? Hát ilyen önállók nincsen. No de, van egy nagyon jó kis vers, de nem fogom az egészet felolvasni, mert borzasztó hosszú, Gyimóti Gábor Nyelvlecke című verse. Azt mondja Gyimóti Gábor, hogy egyik olaszóra sodrán ím a kérdés felmerült, hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került. Elmeséltem, ahogy tudtam, mire képes a magyar, elmondtam, hogy sok-sok ragban, és hogy némelyik mit akar. És a szókincsben mire élik a rengeteg árnyalat, példaként vegyük csak itt, ember, állat, hogy halad. Elmondtam, hogy mikor járunk, mikor mondom, hogy megyek. Részek, hogy dülöngél nálunk, s milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál, gyalogol vagy kódorog, s a sétáló szerelmes pár miért éppen angalog. A vaddisznó, hogyha rohan, nem ügette csörtet, és bár alakra majdnem olyan, miért más a törtetés. Mondtam volna még azt is hát, aki fut, miért nem lohol, miért nem vág ki mezőn átvág, de tán vágtat valahol. Aki tipeg, miért nem libeg, s ez éppen úgy nem lebegés, mintha nem csak sánta biceg, s hebegés, nem rebegés. Mit tesz a ló, ha poroszkál, vagy pedig ha vágtázik, és a kuvasz a somfordál, avagy akár bóklászik. Nem olvasom a verset, már csak az ember és állat helyváltoztatására vonatkozó szavakat. Lábát szedi, kitér, elszökel, beront, betér, botladozik, halad, őgyelek, slattyog, lófrál, szágult, szalad, vászorog, ószál, hullog, bandukol, baktat, koslat, kaptat, császkál, totyog, sohan, robog, rohan, kocog, cselleg, csatangol, besliccol, elinal, battyog, bitangol, lopakodik, sompolyog, meglapul, elkotródik, settenkedik, sündörök, elterül, elódalog, csavargó, kóborol, lézenk, ődönk, csavarok, lődörök, elvándorol, zavarok, tekereg, kóvályok, tényfereg, özönlik, tódul, vonul, hömpölyök, ömlik, surran, osol, lépeget, nem szeretném mind az 1561-et felolvasni, kérem szépen, elképesztő. Hát innen kell megítélni a magyar nyelvet, innen kell. Nem azoktól a drága jó oktatóktól, akik azt mondták, hogy ezt a szlovák, ezt meg ott. A szlovákok vették el egyébként tőlünk, nagyon szeretjük őket, békességben vagyunk velük. De a magyar címer, amit az előbb beszélt, Isten országának rovás jelét, azt ők használják, mint ahogy nagyjából a magyar nyelv 70%-át, és az ő nyelvükön az égvilágon semmit nem jelent ez, csak a miénket. És nagyon sok, hát nagyon-nagyon sok nyelvben található meg a magyar ősnyelv, hiszen a világ ősnyelvéről beszélünk. Még egy embert szeretnék idézni, hogy Iszak Aszimovnak hívják, a férfiak olvasmánya, ugye sci-fi író azt mondja, hogy az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön, az emberek és a magyarok, hát ez tetszik. De, hát
Hát aztán mi történik a magyar nyelven, ugye rögtön Gizella után? Hát nézzük az 1800-as éveket. Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverését megelőzően már igyekeznek németeket, osztrákokat hozni a Magyar Tudományos Akadémiára, és kitenni onnan a magyar nyelvészeket. De az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után megérkezik Fischer és Schlözer, a két német, osztrák megrendelésre jönnek, és találják ki nekünk a finnugor eredetet, az égvilágon semmi közünk nincs hozzá, de azért mi még azért erőltetjük egy kicsit, már a három évvel ezelőttire se akartak eljönni a finnek, de azért még mi hívogatjuk őket, hogy volna itt nekünk ez a finnugor eredet. A Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött rovás emlékeket, amelyek még az 1848-as forradalom idején megvoltak, szintén Paul Hansdorfer, egy német égeti el. El kellett ennek a kultúrának az utolsó darabjait is tüntetni. Ugye milyen érdekes, hogy a nyugati kereszténység felvételében mondjuk ott vannak az afrikaiak, látjuk a filmeket, hogy szól a gospel és a blues, mert ők így tudnak a Jóistenhez közel kerülni. Ott tudomásul vették, hogy ez így van, ők így tudnak, ők nem tudnak a nyugati kereszténység hát minden formájával és annak átvételével imádkozni, nekik ez kell. Nekünk semmit nem lehetett meg. Mindent be kellett darálni, és mindent odaadni. Szeretnék most beszélni néhány ősszóról, mert hogy csodálatos ősszavai vannak. Amikor megszületik a gyermekünk, akkor hogyan ringatják, hát legalábbis anyáink még így, meg hát talán még mi is, azt mondjuk a gyermekünknek, hogy tente, abba, tente. A ten az Isten szó második tagja, ugye úgy, mint a ten kell szónál, és a te az a személyes némás. Megkérem az operatőr urat, kérje meg őket, hogy legyenek. Köszönöm. Vagy egészen csendesek. És mindent lehagyjam itt. Köszönjük szépen, nagyon jó lesz. Tehát a tente, baba, tente, ugye a ten az Isten szó második tagja, te a személyes névás vagy. Mit mondunk a gyerekünknek, amikor ringatjuk? Azt mondjuk neki, hogy te vagy az Isten. Ősszavunk a magyar föld tánca, amely a föld szóból ered, a föld szó rokon értelmű szava, a sár. Ma már pejoratív jelentése van, de éppen olyan pozitív volt régen, mint a föld szavunk, ami ugye eredetileg föld, ez az ős szó, és azt mondja az én jász testvérem, ugye, amikor a földre megy, hogy nem azt mondja, hogy a földre megyek, valamit előtteni, kimegyek a földre. Ugye ez az ős szó. Nos, visszatérve a sár szóra, ugye a sárdás, amit aztán a nyelvújítók valamilyen csárdásra fordítottak, az a magyar föld táncát jelenti. Őseink végtelenül tisztelték a földet, és azt mondták, hogy a földnél nagyobb érték és nagyobb kincs nincs. Ezért azokat az embereket, akik a hazájuk ellen valami nagyon rosszat tettek és követtek el, nem temették el az anyaföldbe, ők a dögevők martalékai lettek. Hát ne gondoljunk bele, hogy a hazájukat külföldön így-úgy szavazva eláruló kedves jó polgártársaik milyen sorsa jutnának, ha még ma valamilyen módon a hazaárulást büntetnék, de nem teszik sajnos. A Világegyetemnek szerkezetének rajzáról már beszéltünk, de hogy miért volt a hatos szám a magyarok szakrális száma, ugye a hatos szám a Világegyetem, a teremtett világ egyik kulcsszáma. Gondoljunk naprendszer 12 bolygójára, a 12 csillagképre, az év 12 hónapjára, egy oktávon belül 7,5 fél hang létezik, a magyarok szakrális száma a hatos, úgy, ahogy a Világegyetem szerkezeti rajzában, és a hetedik a teremtetlen. Ugye ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. A kenyér, az is egy, a kenyér szavunk is egy ősszó, a keny, a kény, a szabad elhatározást jelenti a szó első fele, és az ér, az áramló erő, az a szónak a második tagja. Három mesalhangzó, az S, a T és az N adja nekünk a szabad elhatározásnak, hát egészen fantasztikus ez is, a szabad elhatározásnak, az isteni ajándéknak
a választási lehetőségét, mert hogyha az S, a T és az N-hez ugye mély magánhangzót teszünk, akkor a sátán szót kapjuk, a magas magánhangzót, az Isten szót kapjuk. Mi döntjük el, azonos az indulás, mi döntjük el, hogy az életünk során milyen utat választunk. Ugye nagyon-nagyon fontos ezeket tudni. Nos, hát nem szeretném az idejüket rabolni, úgyhogy engedjék meg, hogy egy hatos számkörben köszönjek el önöktől. Van hozzá egy általános talán. Még csak egy rovás jel, ami nagyon fontos és csodálatos. Ugye a H rovás jele ez, és azt sokszorozza ez a rovás jel. Őseink fonták a hajukat, a nők is, férfiak is. Lányok és fiúk is, ez a védelem jelképe, a hal, a halandóság, a halál elleni védelem jelképe, ezért fonják a hajukat. Amikor a magyar asszonyok, csak a magyarok rácsozzák be a pogácsának a tetejét, senki más a világon, mert ha berácsozza és megfordítja, akkor ott van a halandóság elleni védelem, szintén a háztető, a magyar háztető, a cserép, az szintén előző, még egy nagyon szép bolással. Ugye az egyenes vonal és az öt metsző az a szernek a jele, a szerkereszt. De ha az elem szóval ezt összekötöm, mert ugye a szer elem az ugye összetartozik a két rovással, és amikor már csak nem szerelem van csak, hanem házasság, és akkor ugye behúzom az elemnek az utolsó rovását, akkor mit látunk ott? A szerelem következményét, a magzatot, amely egyben ugye a csírázó babnak a jelképe, de Baba Máriáé is, akit még ugye Baba Máriaként emlegetnek a nyimesi csángok, magyarok és még Csíksomjón is. De most jön a hatos számkörben a lényeg, amit én itt most keresek, és mindjárt meg is fogom találni. Tehát, ugye amikor én idejövök önökhöz a hatos számkörben, szeretnék önökre hatni, hát azért jövök ide önökhöz, hogy hassak. És amikor a Jóistentől azt kérem, hogy végigjárhassam az országot ezzel az előadással, mert vagyunk hárman, akik gyújtogatjuk ezeket a kis tüzeket. És beszélünk a rovásról, meg a magyarságunkról, meg arról, hogy ugye a magyar nyelvet nem őrizni, meg ápolni kell, mert se nem betű, se nem rab, hanem a magyar nyelvet ismerni kell és használni. Amikor én idejövök önökhöz, akkor ugye ahhoz, hogy az országot ezzel végig tudjam járni, a Teremtőhöz imádkozom, ugye hathatós segítséget kérek, kitől kérem ezt a segítséget? A mindenhatótól, aki mindenhat a magyarok számára, az Isten. És nagyon remélem, hogy ezzel az előadással, ami egy kicsit lehet, hogy hosszabbra nyújt, mint kellett volna, hatható segítséget igyekeztem nyújtani önöknek ahhoz, hogy a magyar ősnyelv segítségével, a rovás segítségével minél közelebb kerüljenek a Teremtőhöz, mert ez a teremtés nyelve, gyönyörű szavaik vannak a teremtése, és az egész rovás minden jelében ott van a Teremtő Isten. Köszönöm szépen! Az előadás után filmvetítés következett, Faragó Anna Mária Menasságra repül című filmet is megtekintették az érdeklődők, amely a csíkmenasági székelyek emberi tartásáról, valamint a nemzeti összetartozásról szól. Bemutatja a székely emberek humorát, örömeit és könnyeit, akik az anyaországtól való elszigeteltségükben és elzártságukban is őrzik magyar gyökereiket és hagyományaikat.